Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Június 21-én van a nyári napforduló. A nap eléri a teljes energiáját, az erejét, ezt a kisugárzást. Ez egyszer van egy évben. Ezen a napon este 8 órakor tartok egy szertartást, amire jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly az 4000 forint. A téma pedig az, hogy melyik életterületet kell, hogy a nap megvilágítja, ahol kell ez az irány, amikor átlátunk a dolgokon, ami sikerekhez vezethet. És ez lehet a munka, a hivatás, az anyagiak, a család, vagy a párkapcsolat. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, Mars bolygó, Vénusz bolygó és a Hold mindhárom a rák jegyében van. A Hold közeledik Vénusz bolygóhoz. Erősen hat ránk ki, hölgyekre, vagy kihat a párkapcsolatra, és itt mély érzelmekről van szó. A Hold uralkodik a rák jegye felett, tehát van egy erős Hold energia. Ez jelentheti az anyukát, az anyai érzelmeket is, vagy ami a párkapcsolatban összeköt bennünket, ez a bizalom mély érzelmekkel, és az a vágy, hogy legyen egy közös otthon. Mars bolygó egy szextil kapcsolatban áll Merkur bolygóval. Merkur bolygó a Bika jegyében, Mars bolygó pedig a Rák jegyében. Van egy kapcsolat a két bolygó között. És ez a kapcsolat jó. Ez a kapcsolat előnyös, tehát a férfiak vágynak a nyugalomra, egy szép környezetre, vagy valamit szeretnének kiépíteni, ez lehet a hivatás, lehetnek anyagiak is, hiszen a Bika jegye az gyakran az anyagiakra utal, de jelenti a nyugalmat, a szép környezetet is. Azon kívül Merkur bolygó szimbolizálja a szerződéseket, ezek lehetnek hivatalos dolgok, vagy egy munkahelyi kapcsolat, de Merkur bolygó jelenti a kommunikációt is. Tehát a férfiak most beszélnek, nyitottak arra, hogy bizonyos dolgokat megbeszéljetek. Ez lehet az otthon, ez lehet a biztonság érzete, vagy szeretni élvezni az életet, hiszen vágyik a nyugalomra. Most, így ezzel kapcsolatban, ami ezt a napfordulót jelenti, itt van most egy akciós jóslás, egy nyári szerelmi jóslás, ami megrendelhető. A díjam az 6000 forint ennél az akciós jóslásnál. Ez egy szerelmi jóslás, és ehhez jön asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Vagy megrendelhető ez a jóslás, szintén 6000 forintért, gyertya mágiával együtt. Tehát te dönthetsz, szeretnél asztrológiát, vagy inkább gyertya mágiát ehhez a jósláshoz. És most megtekintjük ezt az általános jóslást, ami megrendelhető, ugyanúgy néz ki, ahogy most mutatom, persze más képekkel. És én most indítanék. Itt fellül az utak. Ez a kártya, ami jelenleg összeköt benneteket. Ez egy fontos találkozás, hiszen a sors utatok itt kereszteződik. Ez a kártya jelenti a döntéseket is. Lehet, hogy eddig úgy érezted, hogy eddig eljutottatok, de most megakadt minden, nem megy tovább,
és fontos, hogy legyen egy új irány, hogy beszéljetek egymással. Erre utal ez a kereszt is. Ez a kereszt jelenti ugyan a hitet, de a találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik, és jelenti a döntéseket is, ugyanúgy, mint az utaknál, hiszen itt is elérkeztek a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányban. Mivel itt a kasza látható, az azt jelenti, lesznek olyan dolgok, amire nem számítottál, ami olyan hirtelen jött. Ez kihat a szerelemre, ez kihat az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre, és végre kisüt a nap. A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, mint például az utakat, hogy melyik irányba menjenek előre az események. Itt lesz könnyűség és kommunikáció kettőtök között, és a nap az jelenti a vonzalmat, de azt is, hogy megvan arra a lehetőség, hogy itt tisztázzatok egymással valamit. Mindkettőtöknek fontos, hogy oda érkezzetek, ahova szeretnétek, ahol le tudtok gyökerezni, mert ez adja a biztonság érzetét. Itt láthatóak a kártyák, amik jelentik a lépéseket. Ha te egy hölgy vagy, te vagy itt látható, te állsz a középpontban, de nem kell neked lépéseket tenni, hiszen minden eljut hozzád. Majd ő közeledik, ő lesz nyitott tervekről beszélni, hiszen itt már látható is ez a hír. Tehát egy fontos hír érkezik hozzád, ez kellemes, hiszen itt van mellette a virágcsokor. Ez lehet egy meglepetés, lehet egy meghívás, vagy lehet egy ajándék is. A férfiak aktívak lesznek, mi hölgyek passzívak, várjunk arra, amíg majd ő intézkedik, és ami bekövetkezik itt a közeljövőben, ez nagyon kellemes. És ez volt a felvétel, köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!